Sziasztok, itt vagyunk a Sátai Sorompónál, 87B, és a végső úti cél az most Kirád lesz. Nézzük, hogy Putnokig nem megyünk el, de Kirádig igen, és nézzétek, hát itt van a Sorompó, csak még sötét van. De arrafele van az alagút, majd lassan megindulunk. És akkor elindultunk. Hát a helyzet változatlan. Két évvel ezelőtti állapotokhoz képest. De hamarosan ott vagyunk az alagútnál. Na, itt már egy picit jobb a helyzet, vagy jobb volt eddig, itt jöttünk. Már van annyi fény, hogy a kamera is jól lát, és itt van a Sátai alagút. Majd utána lesz majd a keményebb. Sok futó rózsával, meg mindennel. Azért az sem mindegy, hogy... Hát majd látjuk, átmentünk az alagúton. És itt az alagút. Hát ennyi látszik belőle. És előjöttünk. És az alagút. Igen, látom a fényt. De már közepén vagyunk az alagútnak. Ott van a két beálló, ha jön a vonat, akkor oda lehet beugorni. Hát, üdvözlök mindenkit illő módon. Na, készül a fotó. Ó, hát ez olyan, mintha diszkó lenne. Már csak a dum-dum zenét kellene vágni alá. A dium is út ide most. Nem? Ez mi van, ez ébicikli lámpa, ami cillog? Dium disu, dium disu. Bizony, hoppa, ahogy mondod. Innen kiskapudik kb. Erre kell számítani. Hát ez nem lesz semmivel se jobb. Hát két éve van, amikor júniusban jöttünk. Most meg október van. Emigyedek előre aztán. Jó, akkor menj előre. Tudom, meg elvágtad, én majd. Igen, majd most jönnek a izélt, a mohást alfák. Meg a sok futó rózsa. Viszont már határozottan világosabb van. Hely csere! Innen már, mint hogyha jobb lenne a helyzet. Ó, bassz. Megyünk. Hát ennyi, akkor néhány kilométerre odébb lesz majd a hegyomlás, aztán meg majd a kiskapudi megálló, ahol a sintéltelep van. És ezt nézzétek, itt átküzdötti magunkat ezen a dzsungelen, és ahhoz képest, ami itt van, ez már sztráda. És valaki lopott, van itt. Na, ezt nézzétek, azt, hogy ahhoz képest, hogy leszámítottam, ez sztráda. Onnan és erről jöttünk, hát hogy ahhoz képest, hogy elszámítottam, mekkora dzsumbúj lesz, ez még sebbi. Ezt nézzétek, és akkor itt van a hegyomlás. Meg az optika a földön. De szerencsére működik, hát ugye itt volt egy pózna, ami kidőlt. És errefeleként kell tovább menni majd. És ott jön majd a dzsumbúj megint. És itt a dzsumbúj. De itt a póznák mutatják az utat, és itt vagyunk a vágánytengelybe. Nem, hát ezek az optikák, ezek ameddig nem szakad el a kábel, addig működik. Itt el van azaz... szakadva. Szerencsé, de látod, hogy ott még fönn is van a póznán. Addig jó, és ráadásul az egyik a mávé, és az is használatban van. De itt is van egy vezeték. De ez elszakadt. Ez szerintem ez a régi telefonvezeték, ez nem az optika. Egy ilyen, ezt már nem használják. Akkor annak nincs. Az optikát viszont igen, és nem csak a máv, hanem az Invitel is. Ezért nincsenek. Bejek kell. Na ezt nézzétek, ez volt a dzsumbúj. Viszont emelve tovább, viszont stráda megint. Na itt már jobban állunk. Nézzétek, akkor mekkora. A talfákhoz. Ez látszik, hogy bele van. Bizony.
És én úgy emlékszem, hogy 2 éve is sokkal nagyobb volt a gaz. Nem tudom, lehet, hogy Bilincsik Józsiék itt is jártak, csak nem vették nagy dobra. Mert eddig... Igen, mint hogyha azt mondták volna, hogy csak a Sátai alagútig dolgoztak eddig a vonalon. De lehet, hogy voltak itt is, mert... Hát ha emlékszel, hogy amikor arra jártunk, hogy nézett ki 2 éve ott a Nekézsenynél, és ott az a hatalmas erdei szakasz, és az most járható. Meg ott nagy visnyóig is már kipucolták. Tehát lehet itt is járt valaki, hát vagy pedig fakitermelés volt, és amiatt kellett. .542-es szelvény, és egyébként tényleg itt volt takarítás, kipucolták a pályát. Tehát hogy valaki dolgozott itt, az biztos. De Puttok felől nem lehet bejönni a pályára, mert ott van sínlopás. Másik irányból meg pláne nem lehet bejönni. És itt van egy vezeték a földön, de ez nem az optika, ez egy régi telefonvezeték. Szerintem fel se tűnt senkinek, hogy ez nem működik. Meg itt vannak a póznák a másik oldalon. Egy-két helyen még rajta van a póznál, máshol meg már leesett. Na, menjünk tovább közben. És ahhoz képest, hogy mi volt itt 2 éve, de vissza kell nézni, nekem is a videót, hogy pontosan egy szelvény számilag tudjam. De itt is simán járható. Csak a nedves talfa csúszik egy-két helyen. Ugye arra kell csak figyelni, viszont itt futórózsa sincsen. Úgy emlékszem, hogy sokkal több gaz volt. Alébb bírtuk magunkat átküzdeni rajta, ahhoz képest meg most milyen simán sétálunk rajta. Igen, amíg rá nem szólok egyet. 547-es szelvény. Nálad van papír? És ott képest nincs. Akkor majd jövök utáltak. Oké. Kicsit várok, amíg ja. És ezt nézzétek, innen jöttünk. Hát ez kész stráda itt a bevágásba. 549-es szelvény. Járhatónak hívik. Eddig tartott a jó világ? Hát, hogy eddig tartott a jó világ. Na most jön ismét a gazosabb rész. De megfogjuk. Jó, elengedheted. Engedheted? Aha. Megvan, biztos? Megvan. Nincs, hát nem fogom. Na, most megvan. Én nem tudom, mivel megvan. Engedd el. Eljárt. Jó, várj, engedd el. Engedd el. Hát ő nem akar elengedni. Ja. Igen, jó. Jó, de majd itt félre toljuk. Na jó, akkor majd később jönkezünk, de arra fel kell tovább menni. Ja, és igen, és erről jöttünk. Egyébként meglepően jó, ahhoz képest, amire számítottam, így a 2 évvel ezelőtti helyzethez képest, meglepően jó a helyzet. Na, és még itt is sima. Hát az is van, itt minden, amit csak el tudsz képzelni. És hát a következő az Kiskapud lesz, ami ugye lényegében már Róznak a külterülete. És az ott ottani megálló az kutyatelepként van használva. Itt az 555-ös szelvénybe. És a pálya állapot jó innen. Legalábbis gyalog járható. Szerintem max. 1 kilométer még, és ott vagyunk Kiskapudnál. Na, akkor tovább előre. És erről jöttünk. Innen már egész jó a terep. Jön ismét a gazos rész. 559-es szelvényt nemrég hagytuk el. Jaj. És akkor egyenesen tovább. Hatalmas bevágás itt is. És
alól jöttünk. 561-es szelvény, és haladunk Kiskaput fele. Most így egész járható a pálya. Na, ezt nézzétek. Jön közben a meg megint a gazos rész, meg a csalános. Az egyik csalámba sikerült is marokkal belefolyni, azért markoljak. De hát már lassan immun is vagyok rá annyi megcsípett csalámból, úgyhogy hát már... Meg hát nem olyan nagy baj az, hogyha az ember nem lesz reumás. Megvan a gombatenyészet is. Hát vagy egyszer lehető, vagy többször. Jó, minden gomba, menjünk. Hoppá, ezt nézd meg. Ja, visszajött a net, hogy... Nem, de már egy kicsit a Rambó 2-ben lennénk, bazd meg. Na, amikor két éve voltunk, akkor... Akkor kb. Ilyen volt a végig a pálya. Mint ahogy most ilyen térdigérő, igaz. Tehát ez volt a legkönnyebb rész, amikor még két éve itt voltunk. Ahhoz képest most nagyon jól tudtunk jönni. És most már szerintem valahol a Kiskapudi ezért átjárónál kéne lennünk. Ami ugye lényegében volt, csak az... Még a vonal életében nem használták azt ki, hogy innen azért lehetett volna ráholdani Ózdra, vagy a vonatra Ózdról, mert azért gyakorlatilag ilyen 6-7 kilométerre azt hiszem Kiskapudi megállóhelytől Ózd központja, csak nem nagyon járt már akkor se busz arra. Na mit? Ja, csak hogy a copyrightos lesz, akkor meg el kell itt a videót némítani. Jó, legyen. Ja. Na hát erről jöttünk, itt van a nagy dzsumbúj. És itt kell tovább küzdenünk. De hát ahhoz képest, hogy két éve szerintem még ez volt a legjobb állapot, amivel találkoztunk. Ahhoz képest most egész jó tudtunk jönni. Na hát a vasútvonal az ott van lent. A bevágáson felmásztunk, legalábbis én. És a kutyatelep is itt van, mint halljuk. De a közút is itt van közel, csak valahogy addig el kéne jutni. De itt viszont van egy ösvény, tehát itt erre valamerre lehet menni. Maximum ki a közútra. Na itt van a Kiskapudi megállóhely épülete, ahol most a kutyatelep van. De ennyi látszik belőle innen. És letértünk a vágányról, nem kellett volna. És most itt küzdünk át magunkat a bozótoson. Ott, ahol a villanyvezeték van, ott már, az már a közút. Hát ennyi. Nincs mások, csak ez kéne itt letudni valahogy. Vissza a sinekhez. Itt van a Kiskapudi megállóhely. És működik a fénysorompó. Meg a kutyák beleugatnak a videóba. Kéne tovább menni a gazon, de hát azt most kihagyjuk, inkább megyünk a közúton. Én múltkor egyedül átcsületettem ezen a gazon. Most inkább a közutat választom. És ott a vágány. Itt megy tovább. Úgyhogy szépen a közúton. És menet közben megérkeztünk Irádra. Hát ugye itt vannak a sinek mindjárt fölöttünk. Hát most a közutat választottam múltkor, amikor erre jártunk, akkor végigmásztam, vásztam a sineken a gazon. Most kipróbáltam én is a közutat, hogy ez milyen. Meg hát ugye előző nap esett az eső, aztán kicsit nedves volt itt. De hát haladunk most már Irádig, elsétálunk a buszmegállóig, aztán majd bebuszozunk futnokig. És még itt ment be az erdőbe, ugye emlékeztek a vasút. Igen. És majd ott jön vissza, ott lesz egy átjáró, ahol átmegy a túloldalra. Igen, és ott megy úgy el. Aha, és akkor ezt nézd meg ott a másik. Ott van valami posolya, és akkor... Ezt nem láttam soha, nem néztem ezt. Hát persze, mert felül ment. Ja, van itt valami patak, és akkor annak van itt egy másik ilyen boltívese. És akkor Kidáld belterületén, ott van az átuditu. Itt még az is megvan. És itt az átjáró után van egy szakasz, ahol gaz egyébként, itt végig megvan. És innek is megvannak, ki is van takarítva, és ott van szemben a vasútállomás. Addig elmegyünk. És itt vagyunk Kidáld előtt. Csak az állomás területét, akkor miért nem vizégazolőzzék a szállták le?
Nem, itt vagyunk irádon közben. Jogos, hogy egyenes vált, csak nem egyértelmű váltó. És akkor tovább az állomás fele. És itt vagyunk az állomáson. Hát itt kapásból van 4 vágány, de egyébként ágazik itt ki még több is. Hát itt régebben nagyon forgalom volt. Az a kocka, igen. De nem volt ilyen gazdik, hogy jöttünk full tiszta. De most ez a működő állomás? Hát nem járt már erre semmi, plusz amikor még a vonal ment, akkor is igazából nem volt itt kereszt meg semmi, szerintem a szolgálat sem volt már az utolsó években. És akkor itt van az állomás a vágányok felül, és 2 éve még, ha jól emlékszem, meg volt a D betű is. Bár a K betű az ugyanígy ki volt már belezve. Az A betűre nem emlékszem, hogy az hogy állt. De hát ugye ez az épület, az már nagyon régóta lakatlan. Az emeleten lévő szolgálati lakással lakják már. Viszont legutóbb itt még állt 2 ilyen régi teherautó is. Hát nem, azért a monsteres meg Red Bullos, hát nem látsz járdom, mert abban több energia van. Hellesnél annyi sincsen, hogy elvidd a kukáig a dobozt. Na közben itt vagyunk Királdon. Szerintem az... Ja, Poprádon az villamosnál. Keskeny nyomtam a villamos a hegynél, igen. De Stanka. Arra fele vagyunk Putnokra. Mondja a villamos, hogy hát hév, nem tudom, teremtrén az, hogy Zsisti, Zasztár, Ká, hát, Poprád. Igen. Na, szóval felraktam már arról a videót, amikor menetvideókat csináltam, hogy hangosról. És akkor így egyszer csak én a Google fordító megszólal, beszartam. Ja, itt van. Na közben, jaj, akkor arrafele van Putnok, de most nem megyünk el Putnokig, majd innen felszállunk a buszra. Hogy ez az utcafronti rész. Amíg azon a létre, a tetőre is lehet, hogy föl lehet mászni. Nem biztos, hogy megbír. Veszélyes. Ez veszélyes. Igen. De tetőre nem mászunk, az nem vállalom be. Viszont itt szerintem, az lehetett a váróterem, ez pedig szolgálati lakásnak a bejárata talán. És akkor itt van a váróterem, ez volt régen, itt volt a pénztár. Nézzétek meg, ha itt volt a pénztár. Ennyi. És hát ennyi, ez mind a váróterem. És akkor ez már a Putnok vasútállomás, nekünk a végállomás, idált jöttünk busszal. És mindjárt érkezik a vonat, azzal megyünk tovább Miskolcra. És ennyi lett volna akkor ez a 87B-s vonalbejárás. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! A menetvideó, hogy jó, hogy jövő.